Népszavazás. Szombaton és vasárnap népszavazáson vehet részt az ország, készültségben van a rendőrség is. Áll a bál a vásárhelyi RMDS-nél, büntetésekről döntöttek és az alpolgármestert is leváltanák, nem akar lemondani. Köszöntöm Önöket a híradóban! Szombaton és vasárnap népszavazást rendeznek az országban, úgynevezett ügydöntő népszavazás lesz, azaz az eredménye kötelező érvényű. A tét a család alkotmányba foglalt meghatározásának megváltoztatása, az esetleges alkotmánymódosítás szövegét a parlament fogalmazta meg, hogy az érvénybe lépjen, népszavazással kell megerősíteni. A kormány példátlan módon 2 napot hagyott jóvá a szavazásra, hivatalosan azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége kifejezni az álláspontját. A szavazólapon egyetlen kérdés szerepel, és pedig egyetérte az alkotmányt módosító törvénnyel a megszavazott formában. A választ az igen vagy a nem négyzetbe ütött pecséttel lehet megadni. A népszavazáson részt vehet minden 18 évet betöltött állampolgár, szavazni a lakhely szerinti szavazókörzetekben lehet szombaton és vasárnap 7 és 21 óra között. A szavazónak fel kell mutatnia a személyazonosságot igazoló iratot. Az egyszerű útlevél csak külföldön való szavazás esetén számít ilyennek. Azok, akik nem tartózkodnak otthon, más településen, vagy a külföldön kialakított körzetekben is szavazhatnak. Ahhoz, hogy érvényes legyen, az állandó választási névjegyzéken szereplők legkevesebb 30%-ának meg kell jelennie a szavazáson, illetve legkevesebb 25%-a a szavazatoknak érvényesnek kell legyen. Mivel 18.917.495 választó szerepel a névjegyzékben, legalább 5.675.249 szavazó részvételére van szükség, illetve minimum 4.729.374 érvényes szavazatra. Ha ezek a feltételek teljesülnek, egyszerű többség elég ahhoz, hogy az igen vagy a nem szavazatok győzzenek. A népszavazás megszervezésére 163,7 millió lejt költ a kormány. A belügyminiszter és munkatársai sajtótájékoztatón ismertették a szombati és vasárnapi népszavazás előkészületeit. A belügy készen áll arra, hogy biztosítsa az incidensek nélküli népszavazást, hangzott el. Carmen Dán belügyminiszter mutatta be a hétvégi népszavazáson használt szavazólap mintapéldányát és ismertette a referendum sarokszámait. Noha minden előrejelzés szerint sokan nem fognak szavazni, a belügy a szavazói névjegyzékben szereplők számánál 3 millióval több szavazólapot nyomtatott. Több mint 21 millió, pontosabban 21.099.107 szavazólapot nyomtattunk. Elkészült 95.570 botát feliratú pecsét, és több mint 19,4 millió öntapadó matrica, amelyek mind a népszavazáshoz szükségesek. A szavazókörzetekben és azok környékén a rendes állományt, mintegy 12.000 fővel meghaladó belügy is alkalmazott teljesít szolgálatot, közölte Nukumarin államtitkár. A 18.662 körzet biztonságát hozzávetőleg 38.000 egyenruhás szavatolja, szükség esetén pedig megfelelő számú állomány vethető be bárhol. A belügyminisztérium állományának a legfontosabb feladatai közé tartozik a szavazókörzetek védelme, valamint a körzetek környékén a közrend biztosítása, illetve az esetleges szavazási incidensek kivizsgálása. Az állandó választási hatóság képviselője szerint készen áll a választói névjegyzék. A kisorsolt szavazókörzeti elnökök korábban példátlan tömeges visszalépése pedig nem veszélyezteti a szavazás lebonyolítását. Elégséges potenciális jelölttel rendelkezünk az adatbázisban, ráadásul a népszavazás esetében csak elnököt kell biztosítani, helyettest nem, így nincs miért aggódnunk. A törvényszéki elnököknek, akik a sorsolás elvégzésére hivatottak, elégséges ember áll a rendelkezésére. Egyes iskolákban, ahol szavazókörzeteket rendeznek be, pénteken szünetel a tanítás, máshol alternatív tevékenység zajlik, hogy lehetővé tegyék az osztálytermek átrendezését a szavazáshoz. Őrizetbe vették a kosztarikai hatóságok Elena Udrea volt turisztikai és fejlesztési minisztert, Traian Băsescu volt államfő bizalmasát, valamint Alina Bicát, a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni igazgatóság volt főügyészét. Korábban mindkettőjüket jogerősen börtönre ítélték Romániában, de előtte politikai menedékjogért folyamodtak a közép-amerikai államban.
Ezeket a felvételeket a kosztarikai hatóságok tették közzé, az látszik, amint Elena Udreát őrizetbe veszik az Interpol rendőrei. A volt miniszter az élettársával Adrián Alexandróval az ország fővárosában, San Joséban, ezen a környéken egy kávézóban tartózkodott, amikor megjelentek a rendőrök és megkérték, tartson velük az Interpol irodájába. Romániában ezzel egy időben elkezdődött a találgatás arról, hogy a volt minisztert kiadják-e a kosztarikai hatóságok vagy sem. Tudor Eltoádi igazságügyi miniszter júniusban azt nyilatkozta, Románia kétoldalú kiadatási egyezmény hiányában is kérheti a kosztarikai hatóságoktól Elena Udrea kiadatását. A tárca vezető ma azt mondta az újságíróknak, hogy nem érdekli Udrea személye. Igazságügyi miniszterként minden román állampolgár esetében, aki bűncselekményt követett el és jogerősen elítélték, hasonló módon köteles eljárni. Udrea mellett Alina Bikát, a díkot volt vezetőjét is őrizetbe vette az Interpol, miután Romániában letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Elena Udrea és Alina Bika kiadatásáról egy kosztarikai bíróság dönt, a volt miniszter ügyvédje azonban bizakodó, szerinte Udreát nem fogják kiadni, hisz az alig egy hónapos kislány a kosztarikai állampolgár, és túl kicsi ahhoz, hogy elválasszák az édesanyjától. Elena Udreát a Butegála ügyében megvesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés miatt jogerősen 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, időközben azonban a politikus Kosztarikába költözött, ahol menedékjogot kért. Nemzetközi körözés alatt állt. Vagyonát hétfőn helyezték zár alá egy folyamatban lévő másik bűnvádi eljárás keretében. Alina Bikát rendkívül súlyos következményekkel járó hivatali visszaélés miatt ítélték el, a bűncselekményt államtitkári minőségben és az igazságügyi minisztérium képviselőjeként követte el. Kiéleződni látszik a konfliktus a marosvásárhelyi RMDS-ben, azt követően, hogy a múlt hónapban két városi tanácsos úgy döntött, csatlakozik Marosvásárhely Dél-Koreába küldött delegációjához. Tették ezt úgy, hogy a városi RMDS ezt határozottan ellenezte. Nem csitulnak a kedélyek a marosvásárhelyi RMDS-ben azt követően, hogy a városi RMDS vezetésének döntésével szembe menve Makai Gergely és Bakos Levente helyi tanácsosok úgy döntöttek, hogy mégis elutaznak a város képviseletében a dél-koreai világbéke konferenciára. A marosvásárhelyi RMDS utólag egy közleményt adott ki, amelyben elítélte azt, hogy a szövetség városi frakciója Mózes Levente kivételével szavazatát adta a vonatkozó határozat tervezetre. A megyei RMDS is élesen bírálta a marosvásárhelyi frakciót amiatt, hogy közpénzen történő a közösség számára értéktelennek tartott kiránduláson vettek részt. Időközben egy olyan határozattervezet került nyilvánosságra, amely azt szorgalmazza, hogy a városi frakció vonuljon ellenzékbe és kötelezően tartsa be a frakció fegyelmet. Továbbá előírja, hogy a határozattervezeteket a gyűlés előtt legalább 3 nappal egyeztessék le a megyei szervezet elnökével, aki a vitás kérdésekben meghozza a végső döntést, amelyet a frakció minden esetben be kell tartson. A határozattervezetet a Maros megyei területi állandó tanács elé bocsátják. Az ügyben megkerestük Vas Levente városi RMDS elnököt. Én azt hiszem, hogy bölcsen kell döntenünk. A marosvásárhelyi RMDS apróságokon nem fog megbukni, és ha az emberek azt látják, hogy komolyan kezeljük a dolgokat, nem lihegjük túl a dolgokat, de pontozzuk, hogyha netalántán hiba történt, és a koreás ügyel kapcsolatosan marosvásárhelyi RMDS elnökként pontozom, hogy hiba történt, akkor az illetékeseket megrójuk, megbüntetjük, a büntetés betartását követjük, és a sajtónak és a közvéleménynek be fogunk róla számolni. Hozzátette, a dél-koreai kirándulás miatt a városi RMDS vezetése fejenként 1500 eurós bírságot szabott ki a két városi tanácsosra. A pénzt a tervek szerint a közösség érdekeit szolgáló célokra fordítja majd a szövetség. A dél-koreai kirándulás a marosvásárhelyi és a megyei RMDS-ben kialakult konfliktus az egyik fontos témája Jakab Orsolya Mérlegen című magazin műsorának ma este 21:30-tól az Erdélyi Magyar Televízióban a meghívott Vas Levente városi RMDS elnök. Az RMDS Maros megyei szervezetének területi állandó tanácsa ma több órán keresztül ülésezett. A gyűlésen Makai Gergely Marosvásárhely RMDS-es alpolgármesterének lemondását kérték. Az RMDS Maros megyei szervezetének területi állandó tanácsa mai gyűlésén elemezték Marosvásárhely magyar alpolgármesterének a tevékenységét. A testület úgy értékelte, hogy az elmúlt időszakban számos elégedetlenség fogalmazódott meg egyrészt a közvéleményben, másrészt az RMDS-en belül az alpolgármester és a frakció tevékenységét illetően. Felszólítjuk Marosvásárhely magyar alpolgármesterét, Makai Gergelyt, hogy mondjon le tisztségéről, és elmondhatom azt, hogy
Itt a vélemények alapján felmerült, hogy a marosvásárhelyi kérdések és döntések túlmutatnak Marosvásárhelyen. Nagyon sok kérdés megyei és akár országos fontosságú, úgyhogy itt az elmúlt időszakban a közmédiában és a testület keretén belül felmerültek bizonyos gondok, bizonyos kérdések, és ennek alapján elemezve ezt az elmúlt időszak tevékenységét úgy döntött a területi állandó tanács, hogy felszólítja, hogy lépjen vissza tisztségéből az alpolgármester úr. Hozzátette, felkérték a szövetség marosvásárhelyi szervezetét, hogy a lemondást követően nevesítse az új alpolgármester jelöltet. Híradunk úgy tudja, Makai Gergely nem akar lemondani tisztségéről. Ez esetben a mai döntés értelmében a politikai támogatás megvonására számíthat. A TÁT ülésén szavaztak az önkormányzati képviselők frakció fegyelméről is. A döntés értelmében a különböző határozattervezetekről a megyei RMDSZ frakcióval is egyeztetnek ezentúl a városi önkormányzati képviselők, a vitás kérdésekben pedig a megyei elnök vagy a kinevezett területi állandó tanácstag döntése érvényes a városi frakcióra. Rendkívüli ülést hívott össze a Hargita megyei tanács. A gyerekvédelmi rendszer költségvetésének kiigazítása és a vadgazdálkodás is terítékre került. A Hargita megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetésének a kiigazítása volt legfontosabb napirendi pontja az október 3-ai rendkívüli tanácsülésnek. A gyerekvédelmi rendszer szorult helyzete átmenetileg megoldódott, annak ellenére, hogy a megye nem kapta meg azt a nagyságrendű összeget a kormánytól, amit egyes megyék megkaptak. A pénz november közepéig elegendő, utána még nem lehet tudni, hogy miből gazdálkodnak majd. A Hargita megyei gyerekvédelmi rendszerben sem étel, sem tűzifa, sem fizetés nélkül nem marad a rendszer és a szolgálat egyelőre, és van most másfél hónapunk, hogy azon dolgozzunk, hogy ez így legyen az év végéig. Továbbá a tanácsülésen az érdekelt felek szakértőkkel közösen keresték a megoldást a medve kérdésre. Elhangzott, ezt sem Bukarest, sem Brüsszelből nem lehet megoldani, hanem helyileg kell ennek érdekében intézkedéseket hozni. A vadgazdálkodásban érdekelt feleknek egyességre kell jutniuk, ebben támogató intézmények és szakértők segíthetnek. 40 éves a Táncház mozgalom Marosvásárhelyen, erről is szó lesz a híradó második felében. Ráncfelvarrás. Kézdivásárhely 100 éves arculata megérett a felújításra, előtte viszont a csatornahálózatot kell javítani. Táncház. 40 éves a mozgalom Marosvásárhelyen, 4 évtizede minden héten találkoznak. Multifunkcionális épületet létesítene a Marosvásárhelyi önkormányzat a Maros megyei sürgősségi kórház szomszédságában. A vonatkozó határozattervezetre már rábólintottak a városi tanácsosok, kivitelezése azonban évekbe telhet. A nap bármely szakában sziszifuszi feladatnak bizonyul parkolóhelyet találni a Maros megyei sürgősségi kórház környékén. Az orvosi egyetemtől egészen a rohamentő szolgálat bejáratáig kigyóznak a parkolóautók. Gyakran előfordul, hogy a mentőautók közlekedését is akadályozzák az állomáshozó gépkocsik. A városi önkormányzat már évek óta tervezi egy emeletes parkolóház létesítését a kórház mellett. A terület tulajdonjogáért azonban egy évtizeden át pereskedett a helyi és a megyei önkormányzat, míg a két fél ráeszmélt, közös érdek forog kockán. A helyi önkormányzati képviselők elfogadták egy multifunkcionális létesítmény megépítését a megyei sürgősségi kórház mellett. De aceam semna protocolul de colaborare cu spitalul și memorandumul pentru că în groapa. Aláírtuk az együttműködési megállapodást, illetve a memorandumot a kórházzal, amelynek értelmében az ott már meglévő úgynevezett gödörben megvalósítsunk a kórházzal, a megyei tanáccsal és a vállalkozói szférával közösen egy nagyméretű projektet. Egy mikrovárost, amely eleget tesz a kórház igényeinek, hiszen regionális kórházat szeretnénk. A létesítmény kétszintes föld alatti parkolót is tartalmazna, amelyben több mint 800 gépkocsi elfér majd. Ezek a létesítmény látványtervei. Jól megfigyelhető, hogy nem csak parkolóházról van itt szó. A tervek szerint a grandiózus építmény a parkolóház mellett kereskedelmi egységeket, éttermeket és egészségügyi kutatóközpontnak szánt irodaházat is magába foglal majd. A létesítményt magánbefektetők bevonzásával, uniós alapok leívásával vagy akár a megyei önkormányzattal partnerségben valósítaná meg a városvezetés. Becslések szerint jövő év közepéig elkészül a vonatkozó hatástanulmány is, a kivitelezést 4 évre becsülik. Elkészült Kézdivásárhely központjának felújítási terve.
A polgármesteri hivatal szerint a város főtere megérett a felújításra, majdnem 100 éves az arculata, ami mára elavult, elveszítette funkcionalitását, az autós forgalom miatt pedig lassan használhatatlanná vált. A pályázati pénzből elkészített terv egyelőre nem végleges, csak irányelv. A városháza szerint orvosolja a tér legégető problémáit, korlátozza az autós forgalmat, élhetővé, szellőssé varázsolja a Gábor Áron teret. A cél egy olyan közösségi tér kialakítása, amelyet a városlakók birtokba vehetnek. A munkálatra csak akkor kerülhet sor, ha finanszírozást nyer a pályázat, és ha a főtér körüli udvarterek víz- és csatornahálózatának felújítása már megtörtént. Ez utóbbi munkálatra már kiírta a tendert az önkormányzat, de egyelőre nem jelentkezett kivitelező a munkálat elvégzésére. 40 éves fennállását ünnepli a Marosvásárhelyi Táncház. Az évfordulós ünnepségen olyan személyek osztják meg emlékeiket a mozgalomról, akik fontos szerepet játszottak a táncház életében. A néptánc, akár a népzene összeköti a korosztályokat, illetve a lehető legkülönbözőbb embereket. Akik együtt táncolnak, énekelnek, azokat láthatatlan kötelékek fűzik össze, a ritmus kiragadja őket a hétköznapok realitásából. Ennek a modern formája a táncház, ami Marosvásárhelyen 40 éve heti rendszerességgel működik. Ez a miénk. Ez egy olyan szórakozási forma, ami teljes egészében gyökerestől a miénk, a mi falvainkba, a mi őseink alakították ki, egy csomó hatás érte, tehát a úgymond magasabb társadalmi osztályok, tehát az uraktól vettek át muzsikát, vettek át táncot, de azt is teljesen a saját képükre alakították. A születésnapi ünnepségen a szervezők nem szónoklatokkal töltik ki a műsoridőt, hanem tánccal és énekkel. Ezek között pedig rövid beszélgetések lesznek olyan személyekkel, akik az elmúlt 4 évtizedben a helyi táncház életében jelentős szerepet töltöttek be. Az év minden hetében szerveznek táncházakat, és noha a létszám jelentős, még sincs lehetőségük egy állandó terem használatára. Hát az átlagos látogatottság a 80 és 100 között van. És az életkor az 16 évtől egészen 60-ig el. Az eseménynek a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme ad otthont október 13-án délután 5 órától. A szervezők minden érdeklődőt várnak, azonban a helyek száma korlátozott. Ünnepélyesen is bemutatkozott a VSK, sporthírekkel folytatjuk. Nem maradt következmények nélkül a gyengébb idény kezdett a csíkszeredai Imperial Vet teremlabdarúgó csapatánál. A csíkiak a bajnoki cím megszerzésének célkitűzésével vágtak neki a bajnokságnak, de 3 mérkőzésből 2 elveszítettek. Galacon ez még belefért volna, azonban a kölöresi vereség után drasztikus intézkedéseket hozott a klubvezetés. Az ilyenkor megszokottól eltérően azonban most nem az edzőt küldték el, hanem 4 olyan játékostól válik meg a klub, akik nem hozták azt, amit elvártak tőlük. Pedro Meirelles kapus, César Ribeiro, Nuninho és Daniel Ramos szerződését is felbontották. A keretben csupán 3 légiós maradt, Duque, Álvaro és Solvas Roger. A csapat legközelebb október közepén Jászvásár ellen lép pályára az Erős Zsolt csarnokban. A közvetítő tévétársaság kijelölte az FK Csíkszereda a Dinamo labdarúgó Románia Kupa 8. döntő időpontját. A mérkőzést Minden Szentek napján, azaz november 1-én este 7 órától rendezik. A helyszínt holnapig kell közölje a házigazda FK, amely megpróbál támogatást találni egy mobil világító berendezés felszerelésére Csíkszeredában. Ha ez nem sikerül, akkor a találkozóra Sepsiszentgyörgyön kerül sor. Ünnepélyesen is bemutatkozott az idén alakult Marosvásárhelyi Városi Sportklub. A klub megalakulását a Városi Tanács RMDS frakciója kezdeményezte, miután tavaly a városban működő klubok finanszírozása ellehetetlenült, így több közülük csődbe ment, a bajnokságokban pedig az utolsók között végeztek. A Városi Sportklub egyetlen struktúra keretében kívánja összefogni a Marosvásárhelyen hagyományosan űzött sportágakat. Jelenleg 12 szakosztály működik, de többnek a létrehozása folyamatban van.
A bemutatkozó ünnepségen a létező szakosztályok apraja nagyja megjelent, a felnőttektől a legifjabbakig mintegy 800 leigazolt sportoló. Eredetileg a várban, szabadtéren szervezték volna meg az ünnepséget, de a rossz idő miatt egy sátorba zsúfolódtak be, sokan kinn is rekedtek az érdeklődők és a szülők közül. A köszöntő beszédek során elhangzott, 2 éven belül 3000-re szeretnék növelni a klub keretében sportolók számát. Szász Gáspár Barnabás alelnök elmondta, nagyon nehéz volt elindítani a klubot, rengeteg az adminisztratív feladat, de reméli, hogy hamarosan a szakmai kérdésekkel is foglalkozni tudnak, és akkor az eredmények is megjelennek. Az első lépések az volt, hogy a hazai sportolókat visszahoztuk, és el tudtunk indulni majdnem egy 100%-os vásárhelyi sportolókkal. Igen, a klub az bővül, főleg az egyéni sportoknál, nagyon szeretnénk azokat a sportolókat is visszahozni vásárhelyre, amelyek nagyon jó eredményeket hoztak úgy az ország szintén, úgy, mint a nemzetközi porondon is. Az ünnepségen bemutatták a klubot képviselő csapatok mezeit és felszerelését, illetve néhány válogatott szintű sportolót is felhívtak a színpadra, akik példaképei lehetnek a fiatalabb nemzedéknek. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!